Balatongyörgyi Pálinka házban vagyunk. A tulajdonos Gáspár úr bemutatja nekem a főzdéjét. Kedves pálinka kedvelők, 2015. augusztusában nyitottuk a Balatongyörgyi Pálinka házat. Szenvedélyünk a pálinka készítés, bérfőzéssel és kereskedelmi főzéssel foglalkozunk. A lakosság számára készítjük el a pálinkákat bérfőzés keretében. A kereskedelmi főzés területén pedig háromféle kategóriában állítunk elő pálinkákat. Gyümölcspálinkákat, szőlőpálinkákat és sörpárlatot készítünk. A gyümölcspálinkák területén szinte teljes a szortiment, almán, a körtén, a szilván, a cseresznyén, a megyen keresztül gyakorlatilag szinte mindenféle gyümölcsöt feldolgozunk. Ebből a három pálinkánk aranyérmet kapott. A szőlőpálinkák területén pedig cserszegi fűszeressel, irsai olivérrel, otellóval és muskotás szőlőkkel dolgozunk, ebből készítünk pálinkákat. Egy éve vagyunk kapcsolatban az Érci apátsággal, az apátság söreiből készítünk sörpárlatokat, a pilzeni, a búza és a belga sörüket dolgozzuk fel, és ebből készül a sörpálinkánk. Azt gondoljuk, hogy a jó pálinka készítéséhez három dologra van szüksége: kiforrott technológiára, megfelelő, jó, egészséges alapanyagra és megfelelő szakértelemre. Úgy gondoljuk, hogy nálunk mindhárom megtalálható. Várunk szeretettel mindenkit itt Balatongyörgyi Pálinkaházban, ahol megkóstolhatják pálinkáinkat. A kereskedelemben hány fokra állítják be a párlatot? Kétfajta szeszfokkal dolgozunk, a hagyományos gyümölcsök területén 44 fokkal, illetve igény volt a kereskedelemben 40 fokos pálinkákra, ez a két szeszfokú pálinka található meg nálunk. Köszönöm szépen!